Rustem Umerov, ukrán védelmi miniszter, ismertette annak a vizsgálatnak az eredményeit, amelyet a 128-as kárpátaljai hegyi rohamdandár 19 katonája életét követelő orosz rakéta csapás körülményeinek tisztázására indítottak. A védelmi minisztérium nyomozási osztálya jelentést tett a 128-as dandár elleni támadás körülményeinek vizsgálati eredményéről. Most már tudjuk, mi és hogyan történt. Ki mi vezetett a tragédiához, és hogyan lehetett volna elkerülni, írta a miniszter kedden Facebookon. Elmondása szerint minden álcázási szabályt figyelmen kívül hagytak, amikor a katonákat egy házudvarán sorakoztatták fel, hogy kitüntetéseket adjanak át nekik. Kifejtette, egy orosz felderítő drón tűnt fel a levegőben, amelyet észleltek, és az egész térségben légiriadót rendeltek el. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy eközben viszont a diát adó helyszínén nem hozták meg a biztonsági intézkedéseket. Umerov közölte, hogy a vizsgálat az állami nyomozóiroda irányításával folytatódik, továbbá utasította a vezérkart, hogy ellenőrizze a biztonsági protokollok végrehajtását az egységekben. Mindenki, aki a tragédiáért okolható, elnyeri törvényes büntetését. Minden parancsnoknak, aki a katonák biztonságáért felelős, kijelentem. Az alapvető biztonsági intézkedések figyelmen kívül hagyása elfogadhatatlan, fogalmazott a miniszter.